20 év, ennyit kellett visszamenni az időben ahhoz, hogy Magyarország mindkét kézilabda válogatottja szerepeljen együtt egy olimpián. A férfiak márciusban Tatabányán, a hölgyek pedig a hétvégén Debrecenben harcolták ki az olimpiai kvótát. A három mérkőzéses tornáról az Eto szélsője mesélt. A britek ellen így utólag azt mondom, hogy nagyon jó volt játszani, hiszen olvastuk az interjúkat, amiket nyilatkoztak, hogy nekik ez nagyon megtisztelő volt, tényleg a pályán is úgy viselkedtek, és tényleg látszott, hogy nagyon hálásak, hogy itt lehetnek. Szóval nagyon örülök, hogy ők végül tudtak eljönni. A svédek ellen az egy hatalmas bravúr volt, ott tényleg a szívünk lelkünket kiraktuk a pályára, és úgy gondolom, hogy azzal tudtuk megnyerni azt a mérkőzést, hogy csapatként küzdöttünk. Aztán jött a japán, ott egy picit talán izgalmasabb volt a mérkőzés előtti pillanatok, hiszen tudtuk, hogy mi a tétje, de az, hogy 10-zel verjük őket, azt nem senki nem gondolta volna. Pignicki Krisztina, a válogatott másodedzője elmondta, a csapatnak plusz motivációt adott a férfiak márciusi sikere is. Nagyon motiválta őket, természetesen sokat beszéltek róla, volt, aki a helyszínen, volt, aki tévében, de ugye a fiúk sikeres kvalifikációja után beindult az üzengetés egymás között, hogyha már a fiúk megcsinálták, akkor rajtunk a sor. Nagyon nagy motivációt kaptak belőle a fiúk sikeréből, illetve a közönség erejéből, és ezt tudtuk, hogy ez Debrecenben biztos, hogy meg lesz nekünk, csak ez úgy kell játszani, hogy ez a bizalom és ez a plusz erő, ez minket előrefele motiváljon, ne visszavegyem, és ez szerencsére így is történt. A másodedző hozzátette, Debrecen számára és a szövetségi kapitány számára is egy különleges helyszín. Akkor, amikor mondták, hogy Debrecenben lesz a kvalifikáció, akkor azt gondoltam, hogy a biztatásból, a körülményekből biztos nem, vagy ott nem leszünk mínuszosak, tehát az adott. A hely szelleme, és ugye a történelem ismétli önmagát, és egyéb ilyen kis anekdoták után tudtam azt, hogy gond nem lehet, csak rajtunk múlik, hiszen ezt csak mi ronthatjuk el, ez abszolút a mi kezünkben van. Sőt, még ugye a hotelban is majdnem ugyanazt a szobát, Vovával egymás mellett voltunk, és tehát sok minden passzolt, ugye kiszámoltuk, hogy 5 gyerekünk volt ott a junior világbajnoki csapatból, akkor 3 az Európa bajnoki csapatból, illetve utána érkezett hozzá még 2 korosztályos válogatott, akik játékos, akik nyertek. Tehát 9 gyerek ott volt úgymond ebből a közel-távoli generációból. Minket ez feldobott. Ugyanazt az öltözőt kaptuk, mint amikor ott nyertünk, tehát tényleg azt mondtuk, hogy ez csak jól sülhet el. Örömkönnyekből sem volt hiány a japán mérkőzés utolsó percében és a lefújás után. Ezt már Szőlősi Sacil Nadin mondta. Igazából én már úgy előbb kezdtem érezni, amikor láttam, hogy ilyen nagy a különbség, és egy ilyen 10-12 perc volt hátra. Mondom, innen most már aztán tényleg nem veszíthetjük el ezt a mérkőzést, még akkor is, hogyha egy kisebb előnnyel mentünk bele ebbe a mérkőzésbe a svéd meccs után. Én nagyon boldog voltam. Tényleg ezt nem lehet leírni, ezt az érzést, ezt meg kell élni, akinek van rá lehetősége, annak tényleg kívánom, mert ez egy olyan érzés, amit majd az élet soha nem fog elvenni tőled. Tokió után újra az ötkarikás játékokon szerepel a csapat. Igaz, ez más lesz, hiszen az előző, még a koronavírus járvány okozta korlátozások között zajlott. Mindenki azt mondja, hogy ez lesz az első igazi olimpiám, de én erre azt szoktam mondani, hogy nekem a tokiói az első igazi olimpiám, hiszen az volt az első, amire kijutottunk, és mi még nem tudjuk, hogy milyen az, amikor nem covidos olimpia van. Nagyon várjuk ezt a párizsi olimpiát, tényleg átélni azt, hogy milyen nézők előtt játszani, átélni azt, hogy láthatunk más sportágakat is, ki lehet menni meccseket, vagy esetleg versenyeket megnézni. Nagyon várom. Kedden az is kiderült, melyik csoportba kerül a magyar csapat. Most azt hiszem, hogy jól tudom, 8 vagy 9 európai csapat van az olimpián, tudtuk, hogy nem lesz könnyű. Tehát tök mindegy, melyik csoportba kerültünk volna. Azt gondolom, hogy talán így érzésre a másik csoport az, amelyik az erősebb, a skandináv csoport, de a keresztággal kapcsolatban viszont az lesz, mert azt gondolom a még nehezebb, de azt gondolom, hogyha itt tudunk játszani, mint most a selejtezőn, akkor megcsíphetünk egy olyan helyezést, hogy utána a keresztágon esetleg tovább juthassunk. A magyar női kézilabda válogatott július 25-én Franciaország ellen kezdi meg szereplését a nyári párizsi olimpián.